Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Túl vagyunk Pünkösd ünnepén, sőt, Szent Háromság ünnepén is túl vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az egyházi esztendő telik. Az egyházi esztendő másképp alakul, mint ahogy a polgári év, másképp számoljuk, hiszen adventtől kezdődik, és Jézus életén keresztül visz bennünket egészen az egyház születéséig. Így vagyunk most a Szentlélek kitöltése után, miután Jézus felment a mennybe és elküldte a pártfogót. Ismerős bizonyára a történet, hogy az apostolokra lángnyelvek formájában szár rá a Szentlélek, hatalmas szélzúgás kíséri, majd mindannyian elkezdenek nyelveken szólni. Úgy beszélnek Isten tetteiről, hogy azt az emberek megértik. Legyenek azok bármilyen nemzetiségből, bármilyen háttérrel, megértik Isten dolgait. Mert a Szentlélek ezt cselekszi. Megérti az ember Isten dolgait. Megérti azt, hogy mi igazán fontos az életben, mi az, amit Isten vár, mi az, amit Istentől lehet kérni. A Szentlélek nem csupán ilyen látványos dolgokban jelenik meg, ahogyan akkoriban az első gyülekezet életében. Nem csupán a nyelveken szólás az ajándéka, nem csupán különféle kísérő jelenségek, nem csupán arról van szó, hogy az apostolok gyógyítani is képesek, hanem egészen mi úgy mondanánk, hogy egyszerű dolgokban is megjelenik a Szentlélek működése. És éppen ezért beszél Pál apostol a Galatákhoz írt levél 5. fejezete 22-től a 23. versben így. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Láthatjuk, hogy ezek mind-mind belső tulajdonságok, belső érzések, indítatások, amik nem csak magának az embernek, aki ezt kapja, érzékelhető, hanem érzékelhető a külvilág számára is. Pál apostol úgy mondja ezeket, mint aki nagyon is jól tudja, hogy az élet körülményekben szükség van ezekre a tulajdonságokra, ezekre az adományokra. Hiszen őt is sokszor megpróbáltatás érte, sokszor életveszélybe került, és mondhatnánk azt, hogy mégsem vesztette el a türelmét, mégsem vesztette el a kitartását, mégis megvolt benne az emberek iránti jóság, szeretet, mégis tudta hirdetni Isten országát, úgyhogy megélte közöttük az evangéliumot, Isten mentő szeretetét, és tudott beszélni róla. Mindezt azért tudta megtenni, mert belülről adatott neki hozzá az erő. Mert önmagától bizony az ember képtelen arra, hogy ezek a tulajdonságok mind meglegyenek benne, hogy ezek töretlenül minden helyzetben elő tudnak jönni. És éppen ezért van szükség arra, hogy kérjük Istentől az ő lelkét. Sok mindenért szoktunk imádkozni, amikor betegek vagyunk, vagy valaki más beteg, amikor valamiféle egzisztenciális gond
nehezíti az életünket, akár anyagi helyzetünk miatt, akár kapcsolati helyzetünk megromlottsága miatt, akár valamilyen jó dolog miatt, amit itt a földi életben tudunk hasznosítani. De vajon kérjük-e Istentől a Szent Lelket? Vajon értjük-e azt, hogy mennyire fontos a lélek az életünkben? Jézus beszél erről, hogy a mennyei atya szívesen kér és ad annak, aki kéri tőle. Jó ajándék. És erre mond egy kis rövid példát is, hiszen az apa nem ad kígyót gyermekének, ha az halat kér, sem skorpiót, ha az tojást kér, hanem bizony jó, egészséges és az életet segítő dolgot ad gyermekének. Mennyivel inkább így van ezzel Isten, akinek a szeretete tökéletes. Hiszen Jézus az, aki megéli tökéletesen ezeket a tulajdonságokat. Hiszen benne nem csak részben adatik a Szentlélek, nem csak részben van jelen, hanem ő maga a testélet ige, benne működik a Szentlélek, maga a Szentléleknek a jelenléte benne testesül meg. Az ő tette csupa szeretet és jóság, hiszen ezért vállalja értünk a kereszthalált, ezért hal meg értünk, hogy nekünk örök életünk legyen, és megkaphassuk ezt az ajándékot. Ő benne van jelen teljes mértékben a hűség és a türelem, hiszen hűséges mindvégig az Atya akaratához, hiszen türelemmel hordozza mindvégig a megvetést, a szenvedést, a próbatételeket, minket, embereket, akik sokszor kételkedünk benne, akik sokszor kérdőre vonjuk, bizony türelemmel hordoz most is bennünket, és hűségesen. Ő az, akiben teljes mértékben megjelent a Szentlélek, aki kész volt önmegtartóztatóan, vagyis önmaga akaratát, érdekeit háttérbe szorítva, mindvégig kitartani az úton. Azért, hogy valóban kérhessük ezt az ajándékot, és mondhatjuk azt, hogy ez a legdrágább, legfontosabb kincs az életben, még ha nem is látjuk ennek a jelentőségét, még ha nem is olyan nyilvánvaló, hogy a Szentlélek mennyire döntő az ember életében. Hiszen ezt mondja Pál apostol, az ilyenek ellen nincs törvény. Mi is Isten igéje szerint a törvény? Az, amely elítéli az embert. Az, amely kimondja azt, hogy bűnös vagy, hogy halálra méltó. És itt azt mondja az apostol, akik a lélek szerint élnek, azok ellen nincs törvény. Azokat Isten felmenti, mert ő az, aki munkálkodik, mert ő az, aki ezeket a belső lelki tulajdonságokat megadja, aki így tisztít meg bennünket az Istennek tetsző életre. Hát hogy ne kérnénk tőle ezt az ajándékot? Talán belátjuk akkor mi is, hogy valóban erre van a legnagyobb szükség, hiszen a legnagyobb cél az az örök élet, amelyet Jézus kiharcolt a számunkra.
És a járványhelyzet után tudjuk, hogy a lelkünk meggyengül, talán erőtlenebbek lettünk lelkileg, és ebben a helyzetben is biztat bennünket Isten, hogy a lélek az, amely megerősít, amely újra éltet és reményt ad. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen.